Hello, hello! Itt vagyok újra a StarCraft 2 bronzliga hősként, és az új pálya a Way Station lesz, amiről közvetítek nektek még egy on the fly élő mérkőzést. Zerg vagyok, ellenfelemet meg már megint nem jegyeztem meg. Úristen, hát nem is tudom, teljesen elfelejtettem játszani most komolyan. Szóval, oh, good luck, have fun! Legalább egy normális embert kaptam. Azért az nagy szó, tehát hogyha egy rendes ember, de azért emlékeim szerint a StarCraftban azért aránylag sportszerűek. Mi ez? Egy Alliance-es oroszlán jelkép? Fúj, 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 hova kerültem? Na nem baj, tehát Bronze Liga hősei, Way Station, na nézzük, hogy néz ki a pálya, mert ezen én még nem játszottam. Jó, itt van egy második bázis lehetőség, itt egy harmadik, és úgy néz ki, hogy itt egy elég messzi ponton kezdünk, tehát egy ilyen makrójátékra én abszolút jónak tartom. Jó, középen egy ilyen öbölben, vagy mi ez már, egy völgyben egy szelnagatorony, itt egy nagy bigyó itt középen. Oké. Okay. És itt oldalt meg egy-egy platform, ami elsősorban a terra játékosnak baromi kedvező, hogyha ellebegteti oda időben, idejekorán mondjuk az egyik command centerét, mert akkor egyből kitelepül. Hát zerként már egy picivel problémásabbnak érzem az odavaló kitelepülést, tehát terra játékosoknak szerintem kedvezőbb lesz ez a pálya. Véleményem szerint. Aztán lehet, hogy nem. Mondjuk a zergel is megvannak az alternatívák, tehát gyorsan felhúzunk egy Nidus Worm-et és ki lehet települni, de tény, hogy drágább, mint ha mondjuk egy Terránnak egy command center mondjuk egy perc alatt át kell csak lebegtetni. De hát majd kiderül, kinek volt igaza, nekem vagy pedig másnak, aki esetleg másként gondolja ezt. Na mindegy, ebben most ne menjünk bele, koncentráljunk a játékra, jöhet szépen itt a spawning pool, hogy legyenek minél gyorsabban zerglingjeim, és a spawning pool mellé dukál egy extraktor is, hogy a gázkitermelést is megindítsa. Mindeközben vadul gyártom a munkásokat. Kat, 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 kat. Ú, de nagy APM-em lesz, Istenem. E-pénisz méregetésre tökéletes ez az APM. Na, mindjárt megtudom valószínűleg, hogy ki lesz az ellenfelem, ki fia borja. De mivel én most itt egy makrójátékra megyek rá, csak imádkozni merek, hogy ő is hasonlóképpen vélekedjen, és ne akarjon lerohanni így hirtelenjében. De azért az első mérkőzést azt az előző videóban, tehát örülök neki, hogy sikerült megnyernem. Bár még így is a teljesítményem alapján a bronzligába sorolt a játék, tehát annyi baj legyen. Na, közben elkészült a spawning pool, jöhetnek a queenek. Királynők. Jó, három munkát gyorsan ráállítok oda a gázkitermelésre. Én pedig itt szépen elérkezem. És itt a hordás! For the horde! A hordás oldal. Miért rossz van délen? Egyébként. Ó, és Protyosz! Jó, ott el van falazva. És ahogy nézem, egy gateway rush-ra kell majd számítanom. Ó, kérdés az, hogy van-e nexus. De ahogy nézem, nincs még nexus. Jó, itt vannak a királynők. Nagyszerű, megvan a gáz, mehetnek a lárvák, illetve a lárvák helyett mennének, hogyha lenne supply-om, amivel építkezhetnék, de nem gond. Jó, lejött a nexus, és ilyenkor alapszabály, ha ellenfeled települ, te is települj, van is rá pénz, úgyhogy frankó. A Protossnak hát át kell oda vinni valahogy egy egységet, amit csak ugye egy robotikával tud megcselekedni. Jó, ide minél több zerlinget, jó, még egy overlordot készítek, addig nagyjából készen lesznek a fejlesztések. Hoppá, ezt a queen-t nem raktam a kettes gombra. Ó, elrontottam. Na, de most már jó lesz. Jó, és most jöhetnek az erlingek, ami a csövön kifér. És úgy néz ki, hogy itt egy gateway push lesz, úgyhogy próbálok itt felkészülni a legrosszabbra, arra, hogy mondjuk a 7. percnél, talán bronzligában nem, de mondjuk a 8. perc tájékán megjelennek itt az egységek.
No, zerlingeim lesznek. Nagyjából készen lesz a gyorsításuk is. El is készült, csak mondani kellett. És itt megy a sok kis szöcském. Ó, mi az ott? Ilyen jó kis pályaelemek vannak itt azért, figyelitek. Na, és hamarosan kész a harmadik hatcherim. Viszont nem ártana tovább fejlesztenem itt a dolgokat. Na nézzük meg, mit alkotott ide a Protoss. Hátha be tudok törni. Hop. Itt keresztül, gyorsan. Ó, még egy robotika is van. Gyorsan, egy kis káoszt itt a hátsó sáncba. Gyorsan, egy-két olyan... Á, nem sikerült a Sentryt levadászni. Jó, legalább lett egy kis helyzeti előnyöm. Ide is jöhet egy királynő közben. És ezért a gáz kitermelésre is kellene. Na, úgy tűnik, hogy itt elfogytak az overlordok, nem gond. Na és ide gyűjtjük szépen az egységeket, mögé pedig szépen terjesztjük a creepet. Na, megjött az új hadosztály, én itt meg szépen ide gyűjtöm a zerlingeket, hogy lássam, hogyha közeledik a Protoss. Ide is két új munkás, vagy hát amennyit csak lehet. És... hát gateway egységek ellen a hidraliszk az elég hatásos szokott lenni. Most kérdés az, hogy a robotikából... hát... azt mondom, hogy legyen infestation pit. Abba még hiba nem lesz. Gyorsan egy kis előre nyomulás. Lássuk, hogy mi készül. És szerencsével talán még nem indul meg, mert közben ezt a kvint is hozzáadom itt a mixhez, és ide pedig Dark Templar Rush kivédésének céljából. Hú, jó, hogy eszembe jutott, hogy kell izé Dark Templar ellen valami. Hát ha most egy Oracle betámadott volna, az elég nagy szívás lenne. Jó, de most már nem fog tudni. Na nézzük, mi készül itt gyöngyösen. Na gyorsan itt megöljük szépen a seregeit. Ó, pusztulnak a Protoss egységek. És még több gateway. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó, a gázkitermelést kell akkor beindítani nagyon durván. A királynőkkel is munkára fel. Ide is jöhetnek szépen a dolgozók, ide is. Nem lesz itt gond, csak bírjuk, csak jöjjenek elő addig a Swarm Hostok. Jó, megvan az első Swarm Host. Mi a probléma? Ja, hogy nincsen Overlordom, oké. Hol van? Akkor mindjárt lesz Overseer, Overlord, meg minden, csak Over legyen a nevében. Creep is megvan. Na, én meg itt előre kémlelek. Ezt is átalakítjuk. Hű, lesz itt mindjárt olyan Swarm Host invázió, hogy csak lesni fog az ellenfelem. Remélem. Na. És itt a Slusz poén egy Nidus Worm. Na, ezeket a Swarm Hostokat is felturbózom. Ó, azért sikerült párszor meglepnem, hála égnek. Hú, azért van itt neki craft. Jó, benézzünk ide hátra. Robotika készül, jó. Ez is van. Jó, viszont kell akkor nekem egy-két egység így a kolosszusok ellen. Jó, ide is elnézek.
Swarmhostok, vagy a izével az Overseer-en, mert itt pedig gyűjjenek azok a Swarmhostok. Ujjaj. Na. Elkergetem én onnan azt a rossz indulatú Warp Prismet. Tűnés, 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 tűnés. Jó, azért a biztonság kedvéért ide is rakok egy ilyen Spore Colonyt. Amint kész a légi támogatás, akkor készítek pár Corruptort is. Jó. Gyertek ide, a többiekből pedig mind zerbingek. Hop, 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 hop. Mi készül itt? Ó, nézd már oda. Ilyen átszázott kémek vannak. Na még Overlordot gyorsan. Jó, a Nidus Wormet berakom nullára, és azzal pedig itt szépen valahol kitörök a talajból. Nem szabad hagynom a protoszt, hogy túlságosan előre kapjon, mert annak nem lesz jó vége. Na jó, itt az egész kompánya szépen megindul. És a Swarmhostok oda fognak menni. Jó, és bármi van. Jó, ezeket itt oldalt tartom. Ezt itt meg szétlőjük. Mondom, szétlőjük. Na, azért. Jó, és egy ilyen Corruptor Swarmhost kombóval szerintem itt elég jól elleszek. Nem jön ide senki. El onnan, hely! Jó, volt egy Mothership. Jó, és megérkezett az újabb Swarmhoz blokád. Vagy brigád. Jól van, akkor ez így most nagyjából jól áll. Ez a mérkőzés. Arra kell csak figyelnem, hogy itt kitartsam a front vonalat. Jó, és akkor még... Ó, nézzenek oda. Jó, inkább feladta. Hát ez is egy gyors mérkőzés volt. Látjátok, ilyen taktika is működik, és így élőben láthattátok. Én pedig megköszönöm szépen a figyelmet. Hát ezek ilyen gyors mérkőzések. Ez a jó Starcraft, hogy pörgeti az ember és halad vele. Kezd azért visszatérni így a régi feeling, én pedig... Ó, hát ezentúl nem leszek a Bronze Liga hőse, hanem inkább a Silver Liga hőse leszek. Na mindegy, megköszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!